Civilek, civil szervezetek vezetői, tisztségviselői töltötték meg a Vármegyeháza dísztermének széksorait. A Dunamenti Polgári Egyesület, mint a Tolna Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokosa szervezésében valósult meg, a Civil Info NEA 2024 országos tájékoztató rendezvény szekszárdi előadása, amelyet a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárságának munkatársai tartottak egy sajtótájékoztató keretében. Mai nap folyamán Tolna Vármegye civil szervezet vezetőit azért hívtuk össze, hagyományosan szeptember hónapban, mert közeleg a Nemzeti Együttműködési Alap úgynevezett NEA pályázatoknak a kiírása, és ilyenkor az államtitkárság helyettes államtitkár úr, illetve a FOSZTAJ munkatársai gyakorlatilag egy országjárás keretében eljönnek, és közvetlenül bemutatják a civil szervezeti vezetőknek a kiírandó pályázatokat, azoknak a lehetőségeit, tartalmait, pályázatoknak a szakmai, tartalmi követelményeit. A civil szervezetek sokat tesznek a közösségért és azok kialakításáért. Különböző rendezvények, programok szervezésében a kultúra, az egészségmegőrzés, egyéb szociális ügyek és tevékenységek érdekében. Széles körű az a paletta, amelyben feladatot vállalnak. A fő célja a mostani rendezvénynek, hogy tájékoztassunk a pályázati alapokra, amik megnyíltak. Az egyik megnyílt, és a másik pedig meg fog nyílni. Ami megnyílt, az a Városi Civil Alap, egy 4,8 milliárd forintos keret, és a másik pedig a NEA, a Nemzeti Együttműködési Alap, ami 11 milliárdról 14 milliárdra növekszik majd jövőre, tehát ugye ezek jövő évi pénzek, amikről beszélünk. Tehát jelentős növekmény van a civil alapokban és a civilek számára. Munkájukat évről évre támogatja a kormány, a Nemzeti Együttműködési Alap 2024-es forrásaira is pályázhatnak majd idén októberben. Az elnyert összegeket pedig várhatóan jövő év márciusáig utalják ki az érintetteknek. A vármegye széke is igyekszik segíteni a civilek munkáját. A Városi Civil Alap célja az 5000 fő feletti lakosság számú településeken székhellyel rendelkező értékteremtő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok pályázati úton történő támogatása.